2019-ben egy bölcsőde fejlesztése, valamint 10 óvoda energetikai és 7 óvoda komplex korszerűsítése valósul meg Nyíregyházán két projekt keretében. A Koszorú úti óvodát is felújítják a beruházás során, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatánál harmadik ütem című projekt keretében. Megvalósult a homlokzati és lábazati falak hőszigetelése, a padlásfödém szigetelése, a külső nyílászárók cseréje is. Pár nap múlva pedig a napelemes rendszert is kiépítik a tetőn, amely az intézmény teljes áramellátását biztosítja majd, jelentősen csökkennek az energiára fordítandó költségek. A Koszorú úti óvodánál zajló munkálatokat hétfőn helyszíni szemlén tekintette meg dr. Kovács Ferenc polgármester, kiemelte, évekkel ezelőtt döntötték el, hogy önerőből, illetve pályázatok segítségével felújítják az önkormányzati tulajdonú épületeket, köztük az óvodákat, bölcsődéket. A program jól halad. És hát olyan nyílászárók, olyan szigetelés, ami itt is volt a Koszorú utcai óvodában, hát az már nem volt méltó az óvodáinkhoz, és haladunk következetesen ezzel a programmal. Ugye én többször mondtam, hogy 2020-ra mind a 34 óvoda, mind a 9 bölcsőde fel lesz újítva az önkormányzatnál Nyíregyházán. Ez gyakorlatilag meg is valósul. Most ugye egyszerre folyik 17 óvoda és egy bölcsőde felújítása. Ebből 10 óvodánál van ilyen energetikai korszerűsítés is, ami itt Kistelekibe is. Ugye ez jelenti azt, hogy az összes nyílászárót kicseréltük, itt 22 nyílászárót, a homlokzati tető, alapzat, szigetelés megtörtént, és napelemek is jönnek a héten, felszerelik a tetőre. A választókerület önkormányzati képviselője is azt mondta, szükséges volt a fejlesztés a Koszorú úti óvodánál. Az első óvoda 1985-ben nyílt meg, egy csoporttal működött, 25 fővel. Majd 2000-ben lett egy új épületrész hozzáépítve a régi óvoda részhez, így bővült fel az óvoda létszáma 50 főre. A jelenlegi városvezetésnek nagy célja volt, hogy felújítja a város összes óvodáját, így az én választókerületemben is 3 óvoda megújult, az Árpád utcai óvoda, Tünde utcai óvoda és a Koszorú utcai óvoda, viszont van egy új óvodánk a Cucor Gergely utcán, a kórház területén. A munkálatok jó ütemben haladnak a Koszorú utcán, az utolsó simításokat végzik. A gyermekek elhelyezését biztonsággal meg tudtuk oldani, tehát valamennyi gyermek a szokásos nyári életben részt tud venni, és főleg a zárás alatt történnek ezek a munkálatok valamennyi intézményben. Az intézményt bruttó 31 millió forintból korszerűsítik, a kivitelezés augusztus elején befejeződik.